Már szerelik fel a botokat, készítik elő a terepet a nagyfogásra. Megkezdődött az idén Csurgón első alkalommal megrendezett nemzetközi bojlis ponyfogó verseny. A bojli tulajdonképpen egy tömött, illatozó tésztagolyó, ezt tűzik a horog végére. A versenyre 16 kétfős csapat nevezett, köztük csehek, szlovákok és magyarok is. Kizárólag az 5 kg feletti kifogott pontyokat számolják bele a végeredménybe, a nagyobb halakért pedig pluszpontok járnak. Mint a verseny szervezője mondja, bojlizáshoz a csurgói tó gyakorlatilag a legideálisabb terep. A csurgói víztározó ennek a versenynek azért is nagyon jó helyszíne, mert régi vízről beszélhetünk, nagy vízről beszélhetünk, tehát ezeknek a halaknak kell hatalmas élettér, sok idő, hogy meg tudjanak minél nagyobbra nőni, és igazándiból a bojlis horgász az élhető, hogyha egy igazándiból kapitális nagy halat ki tud fogni, akár 20-30 kg fölöttieket is. Ponyból 15-80 volt eddig a legnagyobb. Keresztesi Attila 6 éves kora óta horgászik, bojlizni 7 éve kezdett el. Nemrég érkezett társával a versenyre, mint mondja, még nem horgászott a csurgói tavon, de eddig csak jót hallott róla. Reménykedik, hogy minél több nagy fogása lesz a héten. Megpróbálunk majd egy nagyobb sávosztatást csinálni. Sikerült talán egy jobb helyet kifogjunk, ez egy szélső hely. A jobbra érkező halakat majd megpróbáljuk megfogni. A verseny szombatig tart, majd a versenyzők reménykednek benne, hogy minél több kapitális fogással térnek majd haza.